Ezek a felvételek egy nagy áruház biztonsági kamerájával készültek még nyáron. Jól látszik, ahogy éppen autóval menekül a tettes, aki az egyik vásárló táskáját tulajdonította el. Akkor a táska megkerült, mert az autót és sofőrjét időben megállították a rendőrök, a tényleges elkövető azonban kereket oldott. Ez pedig már a Forgó utca, ahol az egyik sértett csupán szellőztetett a lakásában, amikor fényes nappal, miközben ő otthon volt, bemásztak az ablakon, és ellopták személyes értéktárgyait, illetve a bankkártyáját is. A hölgy nem szeretné, hogy arcát mutassuk, mert fél az elkövetőktől. Az ékszerek anyagilag is, a bankkártyát is, az is, nem tudom, ez fontos-e, hogy mindent részletesek, de inkább az eszmei értéke, mert a jegygyűrűtől kezdve, ami az életemhez kapcsolódott minden. Szerencsére időben letiltatta a bankkártyát, így a gyanúsított, bár próbálkozott, nem tudott pénzt levenni róla. A hölgy jegygyűrűjén és más személyes tárgyain azonban már túladott az elkövető. A bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban kerültek lefoglalásra. Ezek a kerékpárok, illetve alkatrészek viszont megkerültek. Pákozdon találták meg őket, itt értékesítette a lopással gyanúsított férfi, aki ellen jelenleg 7 nyomozás van érvényben. Eddig terhére róttak különböző lopásokat, így besurranások elkövetőjeként azonosították, illetve volt, hogy táskákat lopott el különböző helyszínekről, illetve készpénzhelyettesítő fizetőeszközzel való visszaéléssel is meggyanúsították, illetve a gárdonyi rendőrkapitányságon pedig csoportos garázdaság elkövetése miatt van vele szemben büntető eljárás. A gyanúsított egy hete van rács mögött. A rendőrök azt mondják, azóta jelentősen visszaesett az ilyen bűnesetek miatti feljelentések száma a városban. A 19 éves fiatalember egyébként egy igazoltatás alkalmával bukott le, ugyanis semmilyen iratot nem tudott a rendőröknek mutatni, ezért vitték be a fehérvári kapitányságra szeptember utolsó éjszakáján. Jelenleg is folyik a kihallgatása, és a rendőrök szerint nem kizárt, hogy a listájára írható bűnögyek száma még gyarapodni fog.